Jelenések könyvének a harmadik fejezetéből olvasom föl az első igét. Ahogy a laodiceai gyülekezetnek az ígéretéről van szó ebben a verszakban, és azt gondolom, hogy minden Biblia ismerő ember és tanító is megegyezik abban, hogy a laodiceai gyülekezet az egyház korszaknak az utolsó időszakára vonatkozik, és gyakran lehet hallani, hogy laodiceai korszakban élünk, de természetesen ez bennünket olyan szempontból érdekel, hogy ebben a korszakban hogyan tudunk győztes keresztények lenni, hogyan tudjuk megnyerni Istennek az ígéreteit, és hogy tudnak az ígéretek nem csak a mi életünkben, hanem millióknak az életében maradéktalanul megvalósulni. A zsidók, illetve a jelenések könyvének a harmadik fejezetéhez tehát lapozok, én is, miután már ti odalapoztatok, tehát a 21. verszakot olvasom fel. Vagy illetve olvassuk fel közösen, mert nagyszerű ígéret, és azt gondolom az ígéreteknek az egyik első legfontosabb lépése, hogy megvalósuljon az életünkbe, hogy el kell fogadni az ígéreteket. És utána rá kell állni, és kérni Istentől kegyelmet, hogy ez az ígéret valósuljon meg az életemben. Tehát olvassuk közösen. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amit én is győztem, és ültem az én atyámmal az ő királyi székében. Amen. Tehát látjátok, én azt gondolom, sokan ismeritek a laodiceai gyülekezethez szóló üzenetet, annak ellenére, hogy egy problémás korszak, nagyon ellentmondásos, de mégis egy nagyon-nagyon nagy hatalmas ígéretet ad a Szentlélek az utolsó korban élő keresztényeknek, és ezzel inspirál és buzdít bennünket arra, hogy ne vesztes keresztények legyünk, hanem győztes keresztények, mert látjátok, nem akár mit állít Isten igéje, és tudjuk, hogy ő nem hazudik, nem emberfia, hogy hazudjon, és az ígéreteit megvalósítja és megcselekszi. Tehát az ígéret az, hogy ha győzünk ebben a korszakban, ebben a történelmi időben, akkor felültet bennünket a királyi székre. Ez pedig a világ mindenségnek a epicentruma, és képzeljétek el, hogy Jézus Krisztussal együtt ülni a királyi székbe. Azt gondolom, hogy ez a hit, a földi hit élet pályafutásának a legnagyobb sikere és a legnagyobb diadala. És ezt a diadalt és ezt a győzelmet ígéri a Szentlélek, ha ebben a korban, az apostáziának a korában, az antikrisztusnak a korában, a törvénytelenségnek a korában, a keresztények nem hátrálnak meg, hanem hűségesek maradnak Isten igéjéhez, a szellemben járnak, és cselekszik Istennek az akaratát és igéjét bátran, akkor azt ígéri az Úr, hogy olyan győztesek lesznek, akik a legnagyobb kitüntetést, legnagyobb dicsőséget fogják megkapni a mennybe. Tehát érdemes, motivál bennünket a jutalom, motivál bennünket a sikernek a respektálása, amit kapunk a mennyekben, és természetesen erre nézni kell, mert nem mindegy, hogy van-e a szívünkben olyan motiváció, amelynek az a tartalma, hogy keressük-e Istennek a tetszését, vagy pedig a saját elképzelésünk szerint egy céltalanul próbálunk erőfeszítéseket tenni, hogy Isten szolgáljuk. Tehát, hogyha egy erős mennyei látásod van, mennyei képed van Istennek az elhívásáról, annak az ígéretéről, akkor meg vagyok róla győződve, hogy a szellemedben nagyon erős motivációk fognak energizálni állandóan, és mint a motor úgy fog működni, amely soha nem fog leállni, és állandó energiát és erőt termel a szellemedben, hogy szeressed az Urat, szolgáljad az Urat teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. Nem véletlenül, hogy ezt az ígéretet adja az utolsó korszakban, vagy az utolsó években élő hívők számára, mert nagy is az ellenállás az evangéliummal szemben, és általában, amikor nagy az ellenállás, nagy a csata, és ha nagy a háború, akkor nagy hősök születnek.
Ilyen korban élünk tehát, hogy nagy hősök fognak felemelkedni az utolsó években, és azt szeretném, hogy én is, te is a hősök között legyünk, és nem olyan emberek között, akik elkezdték, de nem tudták befejezni a küzdelmet, és éppen ezért ma arról szeretnék beszélni, hogy milyen ellenállással állunk szemben, és ugyanakkor milyen eszközökkel tudjuk az ellenállást legyőzni, lebírni, és fölemelkedni ezek fölé, hogy tudjon Istennek a munkája, a Szentléleknek a működése folytatódni, hogy a társadalomnak minél szélesebb rétegét tudja megérinteni, és Jézus Krisztussal való közösségbe hozni. Az első dolog, amit ki szeretnénk hangsúlyozni, amire itt valaki már utalt arra, hogy nem szégyelheted Jézus Krisztusnak a világnézetét. Mert természetesen a názáreti Jézus Krisztusnak a győzelemnek a mintája, de nem csak példája a győzelemnek, hanem támogat is azok, különösen azokat, akik elkötelezik az életüket az Úr mellett, és arra is elkötelezik, hogy nem bukdácsoló keresztényként fognak élni, hanem győztes keresztényként fognak élni. Ugyanígy tehát vonatkozik a világ nézetre, valóság fogalmakra, nem szégyelhetjük Jézus Krisztusnak a valóság fogalmait. Tehát aki szégyelli, az mindig problémába kerül. Tudom, hogy mi az eredménye, hogyha hallják az emberek, hogy bibliai fogalmakat használunk a világképünknek, vagy a világnézetünknek a megfogalmazásakor, vagy akár az emberek problémáinak a meghatározásakor, akkor idegesek lesznek, de ez is az utolsó időknek a jelei. Utolsó idők jeleihez tartozik, ahogy mondja Judás, gyorsan lapozunk a következő igéhez, Judás levélben található, hogy az utolsó időkben gúnyolódók, csúfolók fognak támadni, a 18-as és a 19. verszak tartalmazza, mert azt mondták nektek, hogy az utolsó időben lesznek csúfolódók, akik az istentelen kívánságai szerint járnak, ezek azok, akik külön szakadnak, vagy szakadásokat idéznek elő, érzékiek, eredetiben pszichikaiak, akikben nincs Szent Szellem. Tehát itt egyértelműen Judás nem is a vallástalan, hitetlen emberekre utal, ez egy profécia, amit felolvastam, és Dániel az Énok könyvéből származik ez a profécia, azt idézi, tehát nem a vallástalan emberekről beszél, hanem a vallásos emberekről beszél, azokról az emberekről, akik keresztényeknek vallják magukat, de nincs bennük Isten szelleme, ezért pszichikaiak. Ugye a rómaiakhoz itt levél 8. fejezetében is Pál apostol azt mondja, hogy mi nem vagyunk testiek, mert Krisztus szelleme van bennünk, tehát akiben a Krisztus szelleme van, az már Isten szempontjából nézve nem pszichikai ember, hanem spirituális ember, tehát megvan számára az kegyelem az életében, amely által egy spirituális emberé tud válni, és Isten, mivel hogy hittel néz bennünket, mert a kezdőket is spirituális embereknek nyilvánítja. Mert a kezdőket is, holott mi nem gondoltuk volna, azt szenteknek nyilvánítja. Miért? Mert Isten látja, hogy hogyan fogjuk befejezni a hívő életünket. Mi ezt nem látjuk, nagyon sok aggodalom van bennünk, hogy valaha is lesz belőlünk szent ember. Valaha is lesz bennünk belőlünk spirituális ember. De az Úr tudja, hogy mekkora kegyelmet fog rendelkezésünkre bocsátani. És ez a rendelkezésünkre bocsátott kegyelmi ajándékok, milyen hatalmas változást fognak létrehozni bennünk, hogy nem csak a mamát fog csodálkozni rajtad, hanem te magad is csodálkozni fogsz rajtad, hogy tudtál ilyen módon megváltozni. Mert ez a változás nem a mi akaratunk alapvetően teljesítő képességünkön alapul, nyilván a szándékunk, az odaszállásunk rendkívül fontos, hanem az Istennek a kegyelmi ajándékának a behatolása a szívedbe és a lelkedbe,
és az, hogy elkezd ezek után a Szentlélek ereje hatalmasan munkálkodni benned, ami megváltoztatja a természetedet, és Krisztusnak a természetével teszi a rokonná, vagy pedig teljes egységet hoz létre, mert hát végső soron ez az Isten elhívásának a célja, hogy Krisztus éljen mindannyiunkban, és Krisztus természetét, erejét, bölcsességét, hatalmát hordozó emberek legyünk. És ezt nem tudod megcsinálni, de Isten tudja, hogy mit kell neked megadni, és ez már megvan adva neked a mennyekbe, sőt, ezt mondja az Efézusbeliekhez írt levélben a Szentlélek, hogy már a mennyekben odafönt fel vagy ültetve, és meg vagy áldva ezekkel a szellemi áldásokkal, tehát ez a mennyei embered már kész is, és eztből adagol állandóan nekünk a Szentlélek, hogy változzunk meg, ezért amikor Isten lenéz ránk, nem csak a földi realitásunkat látja, hanem a mennyei valónkat is látja, ezért csak buzdít bennünket a Szentlélek, hogy maradjunk hűségesek, ne féljünk, hogy higgyünk, csak higgyünk, ahogy énekeltük, hallgassuk Istennek a beszédét, fogadjuk be Isten igét, és bízzuk magunkat Isten munkájára, hogy amit elkezdett, az be fogja fejezni dicsőségesen. Nem úgy, hogy eldobja, mint a munkások néha a lapátot és a kapát, hanem addig nem dobja el Isten a munkaeszközét a te életedben, míg be nem fejezi és tökéletessé nem teszi azt, amit elkezdett benned. És a tökéletesség pedig az, hogy Krisztusnak a teljessége fog ékeskedni te benned. Tehát nagyobb reménységgel nézhetsz a jövőre, ne magadat vetítsd a jövőbe, hanem azt a szemét ragad meg, akinek Isten eltervezett, sőt már meg is áldott, megteremtette, kialkotta, megalkotta magában Isten a lényünket, hogy milyenek leszünk. És erre vonatkozóan megvannak határozva, hogy mit fog nekünk megadni, milyen angyalokat fog mellénk rendelni, illetve mellénk is rendelt, és ez nem csak a megtérésedkor kezdődött el, tulajdonképpen a fogantatásod pillanatától már, nagyon sok angyal állt szolgálatban azért, hogy ma idejöttél, befogadtad Jézus Krisztust, hogy meg tudjál maradni az a döntésed mellett, és tudjál Istenben növekedni. Tehát ez olyan vallástalan embereknek szól, akik nem veszik a Szent Lelket, elutasítják a Szent Léleknek a közösségét, a Szent Lélekkel való betöltekezést, és különösen a bibliai alapokon álló keresztényeket gunyolják, kritikussak velük szembe, hogy gondoljátok emberek, hogy 2017-ben vannak démonok? Hogy gondoljátok emberek, hogy beszéltek bukott angyalról, meg sátárról? Ugye hallottátok többször is, hogy Egyesült Államokban végeztek egy nagy felmérést. A katolikusoknak a 85%-a nem hisz a gonosz személyes létezésében, vagyis a sátánban. Az evangéliumi keresztényeknek a 45%-a nem hisz. Ez pontosan beteljesíti azt a proféciát, amit a Judásnak a 18 és a 19. verszakában olvasunk. Tehát ebből pedig az származik, emberek, hogy bátornak kell lenni a gunyolódással, a verbális zaklatással, verbális agresszivitással kapcsolatosan. Meg kell erősíteni a szívünket és a lelkünket, hogy a verbál, mert jelen pillanatban Európában és Egyesült Államokban, tehát úgymond idézőjelben mondom, demokratikus országban a keresztényeket többnyire verbális zaklatás és verbális agresszió éri őket, és erre jobban fel kell készülni a hívőknek, hogy a lelkük, az elméjük, az identitásuk olyan stabil, erős legyen, hogy a verbális agressziók és zaklatások ne tudják őket megállítani, hanem továbbra is a kezdeményezés megmaradjon a kezükbe, és tudják azt, hogy az Úr velük van a világ végezetéig, vagyis a korszaknak a végéig, és az Úr győzelemre fogja őket vezetni. Amen! Tehát ezért teflon emberekké kell válnunk, hogy a átkok, szidalmak, gyalázkodások, karaktergyilkosságokat célzó durva, goromba beszédek lehújjanak a lelkünkről, ne hatoljanak be a szívünkbe, a lelkünkbe,
hanem legyen körülöttünk egy olyan védelmi természetfölötti gyűrű, amelyben ezek a verbális agresszió elhalnak, és továbbra is a szellemnek az erejében tudunk haladni. Kolossebeliekhez írt levél, 2. fejezet, 15. verszakához kérlek benneteket, hogy lapozzatok. Itt egy nagyon fontos és sokat idézett kulcs kijelentés van a megváltásról, amely a 15. verszakban található, lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, őket bátran mutogatta, diadal vett rajtuk abban. Pál apostol itt a római hadvezérek diadal menetével írja le a názáreti Jézus Krisztus golgotai győzelmét. Az eredeti kifejezések a görög nyelvben ezeket pontosan tükrözik, hogy pontosan a római diadal menetnek a legfontosabb eseményeit jelöli Pál apostol, és ezzel írja le a názáreti Jézus Krisztus győzelmét a Sátán királysága fölött. Azért is tragikus azoknak az embereknek a hívő élete, legalábbis a perspektívája, akik tagadják a démonoknak vagy a bukott angyaloknak a személyes létezését, de emberek, nem azért mondom, hogy mintha szeretném a démonokat, távol legyen tőlem, csak ahhoz, hogy győztes legyen az ember, ahhoz harcra, háborúra van szükség. A harcról, háborúról beszél a Biblia, akkor nyilván ellenségek is vannak. És akkor a kérdés az, akkor ki az ellenség? Nagyon sok keresztényt pacifikálnak az egyházban. Nincs ellenség, csak szeretni kell. Ennyi az egész. De valójában a Biblia továbbra is azt mondja, meg a valóság ezt bizonyítja, hogy a mi ellenségünk az ördög, aki a mai napon is, talán még nagyobb hangerőt is képvisel, mint eddig bármikor, mint ordító oroszlán körbejár, és keresi, kit tud elnyelni. És pontosan ezzel szemben buzdít bennünket a Szentlélek, akinek álljunk ellene, és ha ellenállunk, elfut tőlünk. Tehát itt elsősorban Péter is, de ugyanez Jakab is, Pál apostol is azt hangsúlyozza, hogy a keresztények szolgálatával, de az életével is a legnagyobb ellenállás természetfölötti szinten zajlik. Szellemi ellenállás kell áttörni a keresztényeknek ahhoz elsősorban, hogy győztesek legyenek. Általában az a tapasztalat, hogyha ezt a szellemi ellenállást át tudják törni, erkölcsi szinten is minőségi változások állnak be a keresztények életében. Ezért nekünk, ahogy a mai hadászatban is vonatkozik, általában légi csapásokat mérnek az ellenségre, mert ugye az embereket meg akarják kimélni sok esetben, és ez nagyon helyes, és a szellemi háborúban a légi hadosztály a Sátán királyságának a legmagasabb szintje ellen megy, amikor bukott angyalok ellen imádkoznak az emberek azért, hogy áttörést érjenek el ezen a területen, és az emberek számára lehetővé tegyék a megtéréseket, az újjászületéseket. Miért lehet elérni győzelmet szellemi hadviseléssel? Erre a válasz itt van, mert Jézus Krisztus ezeket a hatalmasságokat, fejedelemségeket lefegyverezte. Kivette a kezükből a fegyvert, amelyekkel rendelkeztek Jézus Krisztus golgotai kereszt áldozata előtt. És utána, mint Jézus Krisztusnak a rabjai, egy diadal menetben lettek bemutatva Istennek, és nagyon fontos, hogy Isten népe is felismerje, hogy ezt a diadal menetet, és nekünk is azért úgy kell járni az Úrban, hogy ez a diadal menet itt Budapesten is, Magyarországon is valósággá váljon, hogy felismerjék minél többen, hogy láncra vannak fűzve Istennek hatalmas ellenségei. Láncra van fűzve a pokol, láncra van fűzve a halál, láncra van fűzve azok a gonosz angyalok, amelyet ősidők óta
ezt a várost elnyomás alatt tartották, Magyarországot elnyomás alatt tartották, a te városodat elnyomás alatt tartották. Tulajdonképpen nekünk a feladatunk, hogy folytassuk a diadalmenetet. A diadalmenetnél valójában meg van valósítva, de ennek a realizálására minden földrajzi helyen és minden időben szükség van, és ennek a realizálását Isten az egyházra bízta rá. Nem nekünk kell megváltani az embereket a bukott, sötét, természetfölötti erőktől. Jézus ezt megváltott, megtette. De mivel, hogy megőrizhették ezek a bukott lények a pozíciójukat, ezért az Úr arra rendelt az egyházat, hogy harcoljon ezek ellen az ellenségek ellen, és rájuk kényszerítse a názáreti Jézus Krisztus győzelmét, hogy egyik tudomásul, hogy a názáreti Jézus Krisztus lefegyverezte őket, legyőzte őket. Ahol erős az egyház, erős hívők vannak, föl vannak kenve Szentlélek erejével, bölcsen használják Istennek az erejét és hatalmát, ott a démonok tudomásul kell, hogy vegyék. Hát mit gondoltok, micsoda nagy csapás éri a démonokat, amikor mennek ki az emberekből, akkor mi történik a megváltás szempontjából? Érvényesítve van az emberekből kívül démonokra, a démonokra a názáreti Jézus Krisztusnak a diadala. Amikor azt mondod a gonosz szellemnek, hogy menj ki belőle, és megy ki belőle, akkor azt látjuk, hogy a názáreti Jézus Krisztusnak a győzelme a démon világnál annak a konkrét személynek az életébe valóságá vált. Ezért mondja Jézus, elközelgett Istennek az országa hozzátok akkor. Efézus beliekhez írt levél 3. fejezete a következőt mondja ezzel kapcsolatosan. Ami a mi feladatunk ebben az időben, nem az, hogy megijedjünk, féljünk, remegjünk, ja Istenem, mikor fog egy hetszkampány elindulni ellenünk újra, rágalom hadjárat, mikor fognak megrágalmazni, figyelj ide! Az ördögnek ez a fő foglalkozása. Jelenések 12 azt tartalmazza erről a tevékenységéről, hogy éjjel-nappal teszi azt. A sátán az természetfölötti szinten folyamatosan rágalmazza a názáreti Jézus Krisztusban hívő embereket. És abban a pillanatban megjelenik a látható világban sátának a tevékenysége, ha talál olyan médiumot, olyan eszközt, aki nem csak, aki leírja azokat a rágalmakat, amit állandóan a sátán a legmagasabb természetfölötti szinten mondja Istennek. Mert éked akar verni te és Isten között. Az egy nagy áldás, hogyha olyan erős a Szentléleknek a kenete, hogy a sátán nem talál eszközt, de hát azért az a tapasztalat, hogy ebben még nem jutottunk ilyen kegyelmi szintre. Időszakonként mindig talál megfelelő embert, akik az egész életüket ráteszik arra, hogy kimondják azt, amit igazából az ellenséged akar veled tenni. Ezek az emberek igazából nem tudják, hogy mit tesznek, mint ahogy látjuk a Bibliában, hogy rendszeresen, akik ellenálltak Isten népével szemben, vagy Isten fölkentjeivel szemben, ők maguk se tudták valójában, hogy az ellenállásuknak, vagy a szembe helyezkedésüknek mi igazából a célja, ki áll mögötte. Ezért is nagyon fontos, amit a Biblia mond, hogy amikor az emberek részéről ér tégedet ilyen támadást, hogy akkor tessék megnézni a hátteret, a láthatatlan hátteret, hogy nehogy a gyűlöletnek és a keserűségnek a csapdájába kerüljél. Az az ember csak egy eszköz, föl van használva erre. Akkor megtudod, amikor erre rájössz arra, és van egy látásod arra, hogy az Istennek az ellensége és az emberiség ellensége használja ezt az embert azért, hogy a te életedet, vagy a sorsodat, vagy a keresztény szolgálatodat tönkre tegye, akkor meg vagyok róla győződve, már is a lelked védelem alatt van, nem tudod az embert egy ilyen pszichai módon gyűlölni. Nyilván ellensége, de az érzelmeidet nem tudja megmérgezni, hanem tudod nagyon jól, hogy hogy kell imádkozni, hogy megvédelmezni magadat egy ilyen támadással szemben,
de nem teszi tönkre a lelkedet. Nem mérgezi meg a lelkedet. Miért nem? Mert tudod azt, hogy a te igazi ellenséged az ördög, és az ördög használja ennek az embernek a száját, használja ennek az indulatát, és igazából nekem a harcom nem ezzel az emberrel van, hanem azokkal a sötét természetfölti lényekkel, akik ezt az embert, ezt a szerencsétlen lázadó embert használják. Világos? És ekkor már könnyebb, ezután könnyebben tudok állandóan egy kétséget kialakítani bennem, hogy Isten valahogy agyavatkozzál be, ha nem tud megtérni, legalább akkor tegyél olyan változást az életében, hogy ne tudja folytatni ezt. Nem az én érdekemből, mert amiért sokszor az Isten azokat az átkokat, amit rád helyeznek, vagy rád olvasnak, áldássá változtatja. De saját magára átkot mond. És éppen ezért, hogy ne rombolja saját sorsát, jobb, ha az Úr olyan helyzetbe hozza, ahogy ne tudja ez elvégezni, ne legyen rendelkezésére az az eszköz, amivel ezt végzi. Tehát, Efézus beliekhez levél 3. fejezet, azért, hogy megismertessék most a mennybeli fejedelemségekkel, hatalmasságokkal, az egyház által Istenek sokféle bölcsessége, amaz örök elvégzése szerint, amelyet megcselekedett Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Mit cselekedett meg Isten Krisztus Jézusban? Az, hogy lefegyverezte fejedelemségeket, hatalmasságokat, az, hogy legyőzte a sátán királyságát, és itt azt mondja Isten igéje, hogy ennek a megismertetése a fejedelemségekkel és hatalmasságokkal, hogy tudomásul vegyék, és elfoglalják a kudarc, a vereség által kijelölt helyüket, ehhez szükség van az egyházra, hogy az egyház érvényesítse ezt a győzelmet ezeken a helyeken. Akkor lesz áttörés, hogyha folyamatosan ennek az érvényesítése, mert ezek konok, makacs lények, nyilvánvalóan önként soha nem fogják elfogadni, ez egy szellemi agresszivitással, Istennek az erejének a működésével tud ezt csak megvalósulni, az Isten szellemének az ereje és hatalma fogja rá kényszeríteni ezekre a szellemi lényekre, abban az esetben, hogyha megfelelő bölcsessége van a keresztényeknek, illetve megfelelő hatalommal, pontosabban teljhatalommal rendelkeznek a sötétségnek az erői fölött. És pontosan erre kell, ezért kell imádkozni, ezt kell kérni Istentől, hogy ezzel a kenettel kenjen fel bennünket, hogy az evangélium valóban győzelmi hír legyen. Nem csak úgy objektíven a názáreti Jézus Krisztus élettörténetével és életművével kapcsolatosan, mert az megváltoztathatatlan, az mindig győzelem marad örökké, hanem nagyon fontos, és ezért vagyunk keresztények, hogy a mi életünkben az evangélium legyen, győzelem legyen. Azért fogadtuk be a názáreti Jézus Krisztus evangéliumát, hogy az evangélium által mi magunk is győzelmet arassunk az ellenség minden ereje fölött. És erre vonatkozóan Isten megadja nekünk természetesen mindazt, amire nekünk szükségünk van. Az ellenállás tehát és a szembeszegülés Isten akaratával és tervével szemben nem új keletű. Nem az új szövetséggel kezdődött. Eredendően is megvolt, de igazából, ha megnézzük az ÜF történelmet, az Izraelnek az Egyiptomból való kivonulásával mélyült el, és azóta nagyon erőteljesen zajlik minden korszakról, korszakon keresztül, egészen a mai napig is, egészen az Úrnak a visszajöveteléig fog tartani. Ugye az egyik leghíresebb, és egyben proféciaként is felhasználja az Új Szövetség, az első nagy ellenállás az Isten munkájával, a Szentlélek munkájával kapcsolatosan, amikor Izrael népé vált, és eljött az idő, hogy Isten kihozza őket Egyiptomból, fölkente Mózes Szentléleknek a erejével és hatalmával,
És utána Mózes megjelent a fáraónál, és ledobta a veszélyét, a veszélye kigyóvá változott, és ezzel igazolta, hogy ő nem magától küldött, ő nem egy magától önkéntes ember, aki itt társadalmi feszültségek akar létrehozni, hanem Isten bízta meg, és Isten kente föl őt arra, hogy kihozza Izrael népét Egyiptomból. Erre következőt csinált a válasza a fáraónak, következő volt, oda hívta Jamneszt és Jamreszt, ők is ledobták a botjaikat, és a botjaik is kigyóvá változott, vagyis mi kezdődött el? Isten munkájával szembeni ellenállás. És utána látjuk, folyamatosan zajlott ez, miután három csoda után a Jamnesz és a Jamresz feladta az ellenállásnak a vezetését, utána a fáraó lépett a helyükre, és fáraó vezette az Isten tervével szembeni ellenállást, természetesen sikertelenül. Miért tudott megszabadulni Isten népe? Mi hozta az ellenállással és a szembeszegüléssel szembeni győzelmet? Igazából a báránynak a vére. A csodák, jelek is nagy szerepet játszottak, de pontosan ennek az egész egyiptomi csapásoknak a fő tanulsága az, hogy a báránynak a vére, amikor oda került az otthonoknak a bejárati ajtajára, a sátánnak az ereje lement Izraelről, a fogságból, a csapdából kitört Izrael népe. Vagyis ez azt jelenti, hogy a legnagyobb fegyver az ellenállóval szemben mindenkor, minden időben, és ezt soha nem szabad elfelejteni, a báránynak a vére, a názáreti Jézus Krisztusnak a vére. Előtte hatalmas természetfölötti erőket állított Isten az Izrael mellé, de látjuk, hogy minden csodát, utána jövő reakció, ellenállás megtörte, semlegesítette, és a helyzetben nem történt pozitív változás. És az ellenállás mögött nem a Jamresz és a fáraó állt igazából, ők álltak természetesen, ők voltak a látható ellenállók, de tudjuk, ha nagyon figyelmesen elolvasuk a történetet, Egyiptomnak az istenei irányították és energizálták az ellenállást Jamneszen, Jamreszen és a fáraón keresztül. Az Egyiptom istenei is erre a minden nemzetnek a pogány vallásokra, nem csak a pogány vallásokra, utána lévő vallásokra is igaz ez, igazából minden vallás bukott angyaloknak az imádásáról szól. Bukott angyalokat neveznek a nemzetek Istennek. Egyedüli egy Isten van, a kinyilatkoztatásnak az Istene, amit csak Isten igéjéből lehet megismerni. A többi nem az. Elindult Izrael az ígéret földje felé. Azt gondoltuk, hogy olyan nagy csoda után, mint a Veres-tenger való átkelés után, már nem lehetnek komoly ellenállások. Mert mindig ez várjuk mi is. Egy győzelem után, na most már ez egy olyan döntő győzelem, nem lesz több döntő háború. Aztán csak csodálkozik, leesünk az álla, hogy lesz még egy. Sőt, veszedelmesebb, mint előtte volt. És így volt Izrael is. Azonnal jöttek a 40 éves vándorlás, pusztai vándorlás alatt is jöttek az ellenállások, belül, kívül, hogy meghiúsuljon Istennek a terve. Az ördög nem alszik, ahogy szokták mondani. Éjjel és nappal szervezi az ellenállás Isten terveivel szemben. De van egy jó hírem. Nem tudta mégsem megakadályozni azt, hogy beteljesedjen Istennek a tökéletes akarata, bár nagyon sok embernek a személyes életében meg tudta hiúsítani, ezt se szabad elfelejteni, ez is hozzátartozik a realitáshoz, ezért nagyon fontos, hogy figyeljél, hogy miről van szó a keresztény élettel és szolgálattal kapcsolatosan, és ezért kell nagyon fontosan figyelni Isten igéjére és Isten igébe járni, hogy rendben van, hogy tudjuk, hogy egy egyház győztes lesz, halleluja, mi vagyunk a győztes oldalon, nagyon sokszor halljátok a gyülekezetben, legyőzhetetlenek vagyunk,
az rendben van, az egyházról tudjuk, hogy ez a végeredmény, de az a kérdés az, hogy te a győztes csapatnak a tagja leszel-e, vagy pedig sérülés miatt lecserélnek a pályáról. Kik voltak a nagy ellenállók a pusztai vándorlás ideje alatt? Szihon. Szihon emoreusok királya. Szihon annyit jelent, hogy elsöprés. Tényleg úgy jöttek, hogy mint elsöpörnék Izraelt. Sok támadás így jön, elsöprük. Elsöprő erővel, elsöprő pusztító erővel. De hála Istennek, az Úr nem csak, hogy vereséget mért Izrael fiain keresztül Szihonra és az emoreusokra, hanem a földjüket is elvette. És odaadta Izraelnek. Jött utána Óg, Básán királya, az óriás, akinek kiszámoltam az ágya, ugye leírják az ágyának a méretét, 4 méter, 4,5 méter körül volt. A szélessége 2,5. Pedig ő kicsi óriás volt. Ő refa volt, refaimokhoz tartozott. Tehát ez az ember is Szihonnal hasonlóan egy okkult hibrid lény volt. Hibrid lény volt. Szintén Izrael fiai vereséget mértek rá. És a legismertebb ellenálló Balák Balám, akik átokkal, verbális úton akarták Izraelt megfogni, átkozódásokkal, mondván azt, hogy mondja Moab királya, ő ugye az áltestvéreket jelképezi, mert moabiták, és Izrael fiai rokonok voltak. Tehát az áltestvérek, azok az áltestvérek, akik igazából nem testvérek, de benn vannak Isten népe között, vagy közök van az Isten népéhez, és nem áldják Isten népét, nem örülnek a sikerének, hanem keresztbe feküsznek a Isten népének az útján, és mindent elkövetnek, hogy Isten népe ne legyen sikeres. Azt mondja Bálámnak, gyere, jöjj, átkozz meg Izrael fiait, mert tudom, hogy akit megátkozol, az átkozott, hogy mert nagyobb nálamnál, mondja a Moab királya, és akit megátkozol, az gyenge lesz, és utána én katonailag le tudom győzni. Tehát ez tipikus varázslás. A varázslásnak egyik leggyakoribb eszköze az átkozódások, hogy átkokat akarnak ráhelyezni emberekre, hogy a szellemükben, lelkükben olyan változások jönnek létre, amely eredményeképpen a kenet lemegy róluk. És többnyire az ellenség azért szidalmaztatja Isten népét, és Istennek a fölkentjeit, hogy valahogyan ez nem is az emberek ellen, már csak gondolj arra, sokat szittak tégedet. Hát miért szidnak? Megtérés előtt szittak? Amíg nem használ téged az Úr, valaki is tudomásul vette, hogy létezel? Persze, akik ismertek. De úgy egyébként, akik nem ismertek, foglalkoztak egyáltalán, hogy ki vagy? Nem. Akkor miért gyűlölnek most, mit gondolsz? Mi az a gyűlöletnek a fő oka, ami kiváltja a gyűlöletet? A rajtad lévő kenet. A rajtad lévő kenetet gyűlölik. Azt támadják. És ezt meg kell érteni, hogy az ellenség igazából a legnagyobb fenyegetettséget akkor érzi, amikor az emberek föl vannak kenve Szentlélek kenetével, rendelkeznek hatalommal a démonok fölött, van az imájuknak olyan ereje, ami által az embereknek az élete megváltozik. Nem csak megváltozik, hanem még a történelmet is be tudják folyásolni. Az országoknak a sorsát be tudják folyásolni. Hát például Dávidnál ugyanez történt. Dávid, amikor még kis fiatal ember volt, már akkor elkezdték zaklatni, és különösen ugye Saul király. Tehát egyszerűen érthetetlen volt emberi szempontból, hogy miért olyan szálka Dávid király Saul szemében.
És miért? Azért, mert eltávozott tőle Kenet? Azért, mert királlyá kente Isten Dávidot? Nem, önmagában nem ezért, hanem azért a sátán belelátott, hogy Isten szövetséget fog kötni Dáviddal, és ennek a szövetségnek az az eredménye, hogy a Krisztus az ő leszármazottja lesz. És ő ezt akarta megakadályozni. És az új szövetségben is ugyanezt látjuk az evangéliumban, ugyanezt látjuk az apostolok cselekedeteiben, és ugyanezt történik ma is, és ez csak azért hívom fel a figyelmeteket, ezeket azért soroltam föl, hogy nem kell ettől megijedni, nem valami abnormális dolog történik, hanem teljesen normális dolog, ez hozzá tartozik a valósághoz. Ha nem csináltok semmit, és nincs ébredés, akkor nem foglalkoznak veletek, ha térnek meg az emberek, és szabadulnak meg az emberek démonoktól, akkor természetesen támadásoknak lehettek a célpontjai. És az ellenségnek célja tehát az, hogy megakadályozza, nekünk a célunk pedig az, hogy az ellenállással szemben sikert tudjunk elérni, vagyis folytassuk azt a munkát, amit Jézus Krisztus elkezdett, mert ő azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerombolja, és ezt a munkát pedig nekünk folytatni kell most is. Nézzük meg, hogy hogyan tudjuk folytatni az ördög munkájának a rombolását. Először is, az első legfontosabb, hogy kötelezd el magadat, hogy a hívő életedben csak az egy igaz evangéliumra hallgatsz, és az apostolok tudományát követed. Nem térsz el attól. Kulcs dolog volt Pál apostolnak a leveleiben, állandóan figyelmeztette keresztényeket, hogy nincs más, különösen Galatákhoz itt levélbe. Értsék meg, egy evangélium van. Ahhoz az evangéliumhoz se hozzátenni, sem elvenni nem kell. Az evangéliumban van Istennek az ereje, és ha ezt az egy evangéliumot képviseljük és hirdetjük, akkor annak meg lesznek az eredményei. Először is hit születik az emberekben, bibliai hit. És ennek ezután jelentkeznek a következményei. Tehát az evangéliumhoz nem kell hozzátenni, és nem is kell elvenni az evangéliumból semmit sem, mert az evangélium az egyben Istennek az ereje is, és Istennek az ereje nyilvánul meg, és amikor az evangéliumot hirdetjük, akkor Istennek az országa megnyilvánul az embereknek az életébe, mert a keresztnek a munkájának a hirdetése által szabadul föl a földön az Istennek a természeti ereje, amit Isten a názeti Jézus Krisztus által behozott a látható világba. Ha elméleteket hirdetünk, vagy az, hogy mit gondolunk mi az evangéliumról, vagy pedig az evangéliumot átalakítjuk, hogy szalonképes legyen a mostani világnézetet, a világi, szekuláris világnézethez, akkor természetesen elveszük az evangéliumnak az erejét. Vagy a következő, amint általános, hogy fölmagasztalnak az emberek olyan vallási tradíciókat, amelyen az evangéliumnak az erejét megtörik, erőtlenné teszik az evangéliumot, és természetesen nem hozza létre egy erőtlen evangélium azt, mint amit létrehoz az eredeti evangélium. Evangéliumot őrizni kell az eredeti tartalmában, és ezt kell hallgatni újra és újra, nem lehet megunni. 2000 éve ez az egy evangélium van. Alázat szükséges ahhoz, hogy amikor ugye érzi az ember azt, hogy az emberek elvárják tőle, hogy újat mondjon, nem tudok újat mondani, mert egy evangélium van, ez az evangélium tökéletes mű, ehhez se hozzátenni, se elvenni nem lehet, ez megáll önmagában, ez ma is alkalmas arra, hogy embereknek a millióit bevezesse Isten jelenlétébe, és közvetítse az emberek számára Istennek a gazdag kegyelmi ajándékát. A legnagyobb kegyelmi közvetítő erővel az evangélium rendelkezik, és akkor árad ki Istennek a kegyelme, hogyha az emberek hittel, bátran hirdetik az evangéliumot, azzal a biztos meggyőződéssel, hogy emberek nem száll rátok másképpen az Istennek az országa, Istennek a kegyelmi ajándéka, csak akkor, hogyha hallgatjátok az evangéliumot.
Ezért nem kell nekünk állandóan kísérletezni, hogy milyen új szavakat teszünk bele. Azokat az ősi szavakat kell használni, az értelmét kell megvilágosítani az emberek előtt. De nekünk nem újítani kell, nem innovációra van szükség az evangéliumnak, hanem az evangéliumra hívőre van szükség, hogy ugyanabban az evangéliumban, amiben amit hirdetett Jézus Krisztus, amit hirdetett Péter, hirdetett Pál apostol és a többi tanítvány, azt az evangéliumot akarom hallgatni, azt az evangéliumot akarom képviselni, azt az evangéliumot akarom hirdetni, akkor meg vagyok róla győződve, hogy Isten bizonságot fog tenni arról, hogy a názáreti Jézus Krisztus föltámadott a halálból. Ez az első, ez a legnagyobb fegyver. A názáreti Jézus Krisztusról való és keresztjéről való beszéd. Nem véletlenül, hogy a hit ebből származik, és így kerülnek be az emberek üdvösségbe, bűnbocsánatba, tehát nekünk nem új elméletet kell keresni. A Bibliát nem azért kell olvasnom, hogy valami rejtét, kódot találjál, és megfejtsél egy kódot. Szomorúan látom, hogy nagyon sok új fiatal szolgáló testvér kódokat, meg jeleket, titkokat keres a Bibliában. Nem azt kell hirdetni, amit nem értesz, hanem azt kell hirdetni, amit már megértettél. Második fontos dolog. A teljes írást meg kell ismerned. Az evangéliumot hirdetni kell, hallgatni kell, hogy állandóan a hit erősödjön benned, és jöjjön a Szentléleknek a kijelentése, hogy a kapcsolatot, közösséget az Úrral erősödjön. A második rendkívül fontos dolog a teljes írásnak a megismerése, hogy és ez fogja megmutatni az evangélium igazságának a mélységét, magasságát, és ez egy olyan mélység és magasság, aminek ami tele van gyöngyökkel, kincsekkel, amihez szinte egy egész emberi élet nem elégséges, hogy az ember kimerítse ezt. 2 Timóteushoz írt levélben. Nézd meg, hogy miért fontos, hogy a teljes evangéliumot ismerd. 2 Timóteus 3:15-17. És hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, melyek tégedet bölcsé tehetnek az üdvösségre Krisztus Jézusban való hit által. A teljes írás Istentől ikletet, hasznos a tanításra, fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Itt több hasznát sorolja föl Pál apostol a szent írás ismeretének. Az első, hogy a Szentírás bölcsét tehetnek tégedet az üdvösségre. Tehát az első dolog az üdvösség, hogy a Szentírás az üdvösség dolgában bölcsét tehetnek. Az üdvösség az evangélium hirdetése által jön, a bölcsesség pedig az írásnak a megismerésével is, így többet megtudsz az üdvösségednek az igazságáról. Világos? A második haszna a tanítás, hogy állandóan autodidakta emberré tesz, hogy az ember képes saját magát tanítani, olyan módon, hogy ugye a Szentlélekkel van kapcsolatban nyilván, és a Szentlélek végzi ezt a tanítást az írásokból. Erre tanításra nagy szükségünk van. A harmadik haszna a Szentírás, teljes Szentírás ismeretének, hogy állandóan megjobbít bennünket Isten igéje, jobbá tesz bennünket, korrekciókat hoz létre az életünkben. Cselekedetekben, lelki, szellemi állapotban állandó folyamatos korrekciókat hoz létre. Ha nem olvassuk az Isten igéjét, nem táplálkozunk, nincsenek korrekciók. Abban a pillanatban, ha elmélyedik az ember, azonnal megvilágosodik, hogy korrigálnom kell bizonyos területeken magamat. Minél jobban bemélyedek, annál több területet ismerek fel, hogy jobbítanom kell a dolgokat, amiről azt gondoltam, hogy jó, azt az Isten igéje megmondta, hogy ha figyelj ide, jobbítsd. Tehát ez a következő haszna, hogy folyamatosan jobbítani kell. A következő haszna, a nevelés, pedagógia. Tehát, hogy fegyelmezés, nevelés alatt legyen az ember.
A Bibliának az a haszna, hogy igazságban való nevelést biztosít minden hívő számára. A Bibliában biztos lehetsz, hogy a nevelésed az az igazság alapján fog történni. Szükségünk van a nevelésre, a szoktatásra, tehát hogy rá szoktasson az Úr új szokásokra, Krisztus szokásaira, és leszokjunk és elhagyjuk a régi szokásainkat. Itt van ennek a kulcsa. A nevelés, a legjobb nevelő, ez a könyv. És a nevelés, a Szentlélek megeleveníti az írásokat, hogy állandóan a nevelésre, önnevelésre szükséged legyen, hogy a legjobbat hozza ki benned igazságos alapon, vagyis vezessen tégedet a tökéletesedésnek az útján. A nevelésnek pontosan az a célja az, hogy egyre jobban megközelítsük a tökét. Következő haszna a Szentírás ismeretének a jó cselekedetekre való képesség. Minden jó cselekedetre való képesség. Az ember odaszánja magát egész életében, ez egy fontos szempont és fontos időtöltése lesz az embernek, hogy a teljes Szentírással elsajátítsa, akkor meg ezek a hasznok fognak jelentkezni az életébe. Következő, hogy a sikeres legyél az ellenállással szemben. Egy evangéliumi és bibliai alapon álló gyülekezetbe épülj be, hogy folyamatosan részesülhessé szolgálatokba is, és te magad is szolgálj. Zsidókhoz írt levél 10. fejezetet tartalmazza a következőt. Ma ugye sokan úgy gondolják, hogy felesleges a helyi gyülekezet, és úgy tüntetik fel, hogy reform. Nem kell megreformálni az egyházat, nem kell új elméleteket kitalálni az egyházról. Az egyháznak a tervrajzát Jézus Krisztus, illetve Isten készítette el. Az egyháznak az előtípusa Noénak a bárkája, hogy pontosan, precízen a méreteket lediktálta a Szentlélek Noénak, hogy úgy csinálja meg a bárkát, és ennek köszönhetően a bárka az özönvízkor a víz felszínén megmaradt és nem süllyedt el. Tehát ebből az a tanulság, hogy nekünk Isten terve szerint kell felépíteni a helyi gyülekezeteken, Istennek ez a tökéletes akarata, és érvényesíteni kell az egyházzal kapcsolatos tervrajzot a helyi gyülekezetnek a építésében, struktúrájában, felépítésében, és így tovább. Ezt látjuk, ezt a folyamatot az a jeruzsálemi gyülekezetben is. Tehát zsidókhoz írt levélben ezért nagyon fontos, hogy a helyi gyülekezethez tartozzatok, ne szakadjatok el tőle, és ne fogadjátok el azokat az elméleteket, amely az internetre hivatkozik, vagy más modern kommunikációs eszközökre, hogy nincs szükség erre. Nagyon fontos, hogy az evangélium minden kommunikációs eszközön legyen hirdetve, de ezek egyetlen egy sem, se a rádió, se a televízió, se a Facebook, egyik sem helyettesítheti a helyi gyülekezet közösségi életét és szolgálatát és kapcsolatát az élő Istennel. Az egyház az nem virtuális, hanem valóság. Ahogy itt ültök, elnézés, hogy ezt kell mondanom. Ugye érzitek egymásnak a légkörét, a testnek a légkörét, bízok benne, hogy ez jó, de hát ugye azért a levegő fogy, stb. Vannak nyomások is, van hullámzások ekkora tömegben. Ez egy teljesen természetes dolog. De figyeljetek ide! Ezeket mind vállalni kell azért, hogy fölépüljön Krisztusnak a teste. Jön egy ember ördögi befolyás alatt, és elkezdi a testvéremet vádolni. Én rengeteg szempontot tudok felsorolni, hogy ez miért szeretetre méltó ember. Mi nekünk azonnal át kell menni ügyvédnek. Világos? De ha nem ismerem a testvért, nem tudok ügyvédje lenni az ördög előtt.
Nem tudom azt mondani, hogy hazugság az egész, hanem hagyom. Vigye a szájába, vigye. De akkor milyen pásztor vagyok? Milyen hívő vagyok? A pásztorlásnak nyilván Jézus a legjobb pásztor, de Dávid is. A Dávidról ugye a ajánlólevél, ami a Saulnál, még a jókorában Saulnál is meghallgatásra talált, mert ugye Saul nem akarta elfogadni, hogy Góliáttal kiálljon, de az meggyőzte. Igen, pásztor a te szolgád, mondja Dávid. És amikor a medvének, oroszlánynak a szájában voltak a juhaim, én oda mentem, és kivettem a szájából. Ha nem ismerte volna személyesen Dávid ezeket a juhokat, biztos vagyok benne, nem szedte volna ki. De olyan juhai voltak, hogy így egyiknek a nevét ismerte. És amikor jött a medve, jött az oroszlán, elkapta ezeket a személyesen ismert juhokat, egy pásztor nem tudja azt csinálni, hogy nem megyek utána. Nem teszek meg mindent, és nem szedem ki a szájából. Értitek? Ez csak egy idegen tudja elhagyni. Meg elengedni, hogy vigyed. Ma lesz más. Tehát ez fontos, ez a mentalitás az egyházban, nagyon fontos ez a felelősségvállalás a gyülekezetben. Higgyétek el, hogy nem csak Isten kegyelme, illetve Isten kegyelme ez, de nagyon sokszor a kegyelem, ez a testvériségen keresztül működik. Nagyon sokan, nem tudom, hol lettünk volna, hogyha nem kapunk ilyen irgalmat, ilyen pásztori magatartással nem találkozunk, akkor nem biztos, hogy benne lennénk abba a kegyelemben, amiben most állunk. De gyorsan a zsidókhoz írt tized, hadd olvassam fel a 24. verszaktól, következőt tartalmazza, ügyeljünk egymásra, pontosan erről van szó, tehát figyeljünk egymásra, ügyeljünk, tehát nem kontrollról van itt szó, hanem pontosan, ha bajba van, akkor azonnal segíteni. Szeretetre és jó cselekedetre való felbuzdulás vége, tehát az ügyelés az, hogy megmaradjanak szeretetben és jó cselekedetben. Mikor tud ez a kölcsönös, visszintes szinten a felelősségvállalás domináns lenni, és ez alatt élni az ember, ha el nem hagyjuk magunk gyülekezetét, miképpen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. Nem véletlenül, nem folyt tovább, de utána a szándékos vétekről ír Pál apostol, mert egyértelműen látható, hogy a gyülekezetnek, van egy jó gyülekezetnek, bibliai alapon álló gyülekezetnek, van egy megtartó ereje, hogy megtartják a hívőket kegyelemben. Viszont, ha kiszakadnak, Bálámhoz hasonlóan elveszíthetik a kegyelmet, amikor jön a kísértő, jön a krízis, nem ügyelnek rájuk, magányos, bekerül az oroszlánynak a szájába, és az ördög eléri a célját az életében. Következő a sikerhez, győzelemhez, amikor szól hozzád a Szentlélek, ne keményíts meg a szívedet. Tehát, hogy progresszív haladás legyen a Szentlélek kijelentésében. A Szentlélek sokat akar még kijelenteni. Jézus is ugye felhívta a figyelmet a tanítványokra, hogy sok mondani valón van nektek, de majd eljön a vigasztaló. És ugyanígy az életünkben nem kaptuk meg azokat a kijelentéseket teljes mértékben, amiket Isten eltervezett az életünkben. Nyitottnak kell lenni ahhoz, hogy Isten megszólítson bennünket. És Zsidókhoz írt levél 3. fejezete pedig azt mondja, hogy amikor szól Isten, és gyakran krízisbe szól, amikor nehéz helyzetben vagyunk, annak okáért, amit a Szent Szellem mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint elkeseredéskor és kísértés ama napján a pusztában. Tehát Izrael fiainál a szívük akkor keményedett meg, amikor egzisztenciális gondjaik voltak,
a megélhetésükkel kapcsolatosan voltak kétségeik, és szólt hozzájuk az Úr, de annyira elfogta őket a keserűség, a harag, a méreg, hogy a szellemüknek azok a képességei, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Szentléleknek az üzenetét befogadjuk, működéstelenné lettek. Ezért rendkívül fontos, hogy a szívünknek a képességei ne terhelődjenek meg gondoktól, terhektől, mérektől, haragtól, gyűlölettől, mert a gyűlölet harag működésképtelenné teszi a szívünket, szól hozzánk az Úr, de nem halljuk meg, hogy mit szól az Úr. Sőt, szembe helyezkedünk az Úrnak a szavával. Miért? Mert gyűlölet van a szívünkben. Tehát ezért ne engedd meg, hogy a harag, gyűlölet benne maradjon a szívedbe, mert nem tudod, hogy mikor fog szólni a Szentlélek, és harag állapotában az ember leveri és elnyomja a Szentléleknek a hangját. Ezért kulcskérdés az embertársaknak való megbocsátás, testvéreknek való megbocsátás, a megbocsátásnak a szellemében tartani a szívünket, azért, hogy lágy legyen a szellemünkben minden képesség, és érzékenység megmaradjon szellemünkben a Szentléleknek a hangjára. Harag, konokság, dac, keserűség, méreg, gyűlölet, ez mind a szív számára pusztító erőket szabadít föl, és a szíveket elválasztja Isten szellemétől, és az ember észre se veszi, hogy elkezd a Szentlélekkel szembeállni, Isten munkájával szembeállni, és elkezd úgy sodródni, hogy ennek baj lesz a vége. Következő, ne félj az ellenségtől, és ilyen módon az átkozódásoktól sem. Ez egy nagy probléma, hogy sokszor a keresztények is, még a keresztény életben is félnek, hogy az ellenségeiknek az káromlásai, szitkozódásai, átkozódásai úgymond megülnek rajtuk. Amiben a jövőben fognak megátkozni téged, már attól is meg vagy váltva. Tehát a megváltás nem csak a múltban kimondott átkokra vonatkozik, hanem azokra az átkokra is, ami a jövőben fog találkozni, amivel a jövőben akarnak megállítani tégedet, mert attól is te szabad vagy. Miért? Mert a következőt tartalmaz a Galatákhoz írt levél 3. fejezete. Szintén kérlek, hogy közösen olvassuk föl, mert a bátorságot a szívedbe, illetve hitet, a názáreti Jézus Krisztus megváltásával ezzel kapcsolatosan mindig erősíteni kell, mert nagyon sokszor durván, keményen beszélnek az emberek a keresztényekről is, megijednek, hogy ennek lesz bármilyen következménye vagy hatás az életükre. Ha nincs a hit pajzsa, akkor hat. De ha ott van a hit pajzsa körülötted, akkor ez nem fog hatni rád. Ugye végig kell nézni az átkozódaidnak, hogy mennyire sikertelenül átkoznak. Semmi eredménye nincsen. Egyre jobb állapotba fogsz kerülni. Miért? Mert mondtam, hogy nem csak a múltnak az átkaitól, hanem a jövőnek az átkaitól is meg vagy váltva. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, olvasuk, átokká lévén érettünk, mert meg van írva átkozott minden, aki fán függ, hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a nemzeteken, hogy a szellem ígéretét elnyerjük hitáltal. Amen. Az átkokkal ugye az emberek mindig rontani akarnak az embereken, gonosz szellemeket, pusztító erőket akarnak hozzá kapcsolni az embereknek a sorsához, de értsd meg, hogy megváltod vagy, Jézus vérével föl vagy kenve, senki nem tud démont hozzád kapcsolni. Amen. Hallod? Akármilyen nagy igyekezet. A varázslók azt fogják mondani, hogy nem tudok ennek az embernek ártani. Nincs hatalmat fölött. Egy varázslónak nincs hatalma fölötted, hogyha názáreti Jézus Krisztusban fogsz megmaradni, és Jézus vérével föl vagy kenve. És éppen ezért tudnod kell, hogy hatalmad van. Lukács evangélium 10. vers, fejezet 19. versszaka. Szintén olvassuk fel közösen. Íme adok néktek hatalmat, megvan, Lukács 10:19. Íme adok néktek hatalmat,
hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok az ellenségnek minden erején. Figyeled, semmi nem árthat neked. Vonatkozik ez az átokra? Káromlásra, szidalomra, rossz indulatra, rossz akaratra, jövendőmondásra? Igen! Nem árthatnak neked jövendőmondásokkal, nem árthatnak neked varázslásokkal, se feketével, se fehérrel, se veressel. Amen. Miért? Mert Jézus vérével fel vagy kenve. A hitnek a pajzsával nem félsz ezektől. A félelem az megnyitja az ajtót ezek előtt, és elkezdenek működni azokban az emberekben az átkok, akik félnek az átkokat kibocsátó emberektől és azok hatalmától. De ne felejtsd el, nagyobb az, aki benned van, mint akinek, aki a világban van, és ráadásul Krisztus hatalmat adott neked, hogy az ellenségnek az erői fölött tapossál, és semmi nem árthat neked. Tehát ha jön az átok, akkor meg kell taposni, ki kell kiáltani Jézus Krisztusnak a győzelmét ezek fölött, a támadások fölött, tehát be kell avatkozni természetesen, és erre vonatkozóan az ellentéte igaz rád vonatkozóan, és ezzel megerősíted magadat Istennek a kegyelmébe, de semmiképpen nem futkározol félelemmel, hogy kedves testvér, vagy pásztor, gyere imádkozzál értem, mert állandóan átkoz a szomszédom. A szomszédod nem tégedet átkoz, hanem önmagát átkozza, hogyha nem félsz az átkaitól, hanem hittel, vagy mellette, nyugodj meg, hogy előbb-utóbb ő neki ebből komoly problémája lesz. A lényeg az, hogy ne félj, csak higgy, hogy Jézus Krisztus megváltott tégedet minden átoktól. Írhatják az újságcikkeket, újabb és újabb frusztráltságra az okot neki, hogy nem látja azt, hogy tudja, tönkre tudja tenni az életedet. Ámen? Tehát ehhez viszont az kell, hogy használjad az Úrnak az erős fegyvereit, az Istennek az igéjét, Jézusnak a nevét, tehát, hogy ebben erősítsd meg magadat, nagyon fontos a megvallás is, hogy a hitünk megerősödjön, ha bármilyen esetleg félelem vagy szorongás kísért, amikor szidalmaznak, káromolnak tégedet, akkor erősítsd meg a megvallással, Isten igéjének a kimondásával, a hitedet Istennek az igazságában. Ezt minden nap igyekszem gyakorolni, mert látom, hogy nagyon nagy hatalma van és ereje van az Isten igének a kimondásával, és az ige hirdetéssel nem csak másoknak tudunk szolgálni, hanem saját lelkünknek is. Hogy hirdetjük a lelkünknek Isten igéjét, és ezzel megerősödik a lelkünk és az érzelmünk. És van egy csodálatos örökségünk, amit írőről Izajás prófétam beszél a 51. fejezetben, nagyon szeretjük ezt az ígéretet, hogy amikor káromolnak bennünket, ugye ne, természetesen nem félünk, nem ijedünk meg, de mégis van feladatunk, ezeket a gonosz nyelveket nekünk meg kell ítélni, és semmisnek kell nyilvánítani a szellemvilágba. Amikor átkoznak bennünket, le akarnak téríteni bennünket a Krisztustól, a sorsunkat meg akarják rontani. Holott a sorsunknak a fő alakító ereje Jézus Krisztus és a Szentlélek, és éppen ezért nekünk, azt mondja a proféta 54. fejezet 17. verszakban, először is az ígére, hogy olvasuk fel közösen, szintén nagyon fontos a szellemi hadviselésben, egy ellenet készült fegyver sem lesz, jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ellenet perbe száll, kárhoztat, és az Úr szolgáinak öröksége, az ő igazságuk, amely tőlem van, így szól az Úr. Egyszerűen az Úr nevében olyan erő van, hogy ezeket a gonosz beszédeket, amelyekhez kapcsolódnak gonosz szellemek, Jézus nevében egyszerűen semlegesíteni lehet. De elveszítik az erejüket. Semmi erő nincsen bennük. Sokszor kérdezik tőlem, hogy hogy bírom ezt a sok szidalmat, ami úgy régóta figyelnek, és azért látják, hogy nem mindenkitől kapok simogatást, megkülönböztetett szeretetet, tiszteletet. És hát persze az elején az embert azért furcsán éri, de a rinoszérus bört megerősíti az ember, ez magát kiépíti, megvan a védekezési technikája az ember, igei mechanizmusa,
És nagyon fontos, hogyha olyan súlyos dolgokat mondanak ki, és érezni, hogy van egy démonikus, sátáni töltete a beszédnek, akkor nagyon fontos, hogy ezt a sátáni töltetet kiszerel. Mind ahogy a pokolgépeknél is, a bombáknál is ugye hatástalanítani kell. A beszédeket hatástalanítani kell. A gonosz, romboló, átkozódó beszédeket hatástalanítani kell. Nem hordozhatod, mert sose lehet tudni, hogy lesz egy gyenge pillanatod, a hitben nem vagy olyan erős, és elkezd hatni rád. Érted? Ezért hatástalanítani kell, és a hatástalanítása az Isten igéjére minden szitkozódásra és átkozódásra vonatkozóan biztos vagyok benne, hogy van a Szentléleknek válasza. És meg fogja az érintetnek mutatni a Szentlélek, hogy mi abban a szituációban, abban a konfliktus helyzetben a szellemnek a kardja, amivel hatástalanítani tudja azt a gyilkos beszédet, és nem fog rá hatni, és nem fogja se sorsát, se a családját, se a jövőjét, se az egészségét rombolni. Ámen. De ne legyetek passzívak. Ha annyira semleges dolog lett volna Isten előtt a Bálámnak a kísérlete, akkor nem avatkozott volna be. A Bálám megátkozta volna simán Izrael fiait, ami őt megakadályozta, az Isten természetfölötti beavatkozása. Ezt nem várhatjuk, hogy Isten állandóan természetfölötti módon beavatkozzon. Izrael fiainak nem volt ismerete, hogyan kell megvédeni magukat az átokkal szemben, de te új szövetségben vagy, tudod, ismered az Efézus 6-os fejezetben, mi van megírva, megvannak a védelmi fegyverek, megvannak a támadó fegyverek, ezek Isten erős fegyverei, amelyek alkalmasak arra, hogy egyrészt védelmezz magadat ezekkel a gonosz nyelvekkel szemben, másrészt pedig hatástalan is, de ezeket a gonosz nyelveket, és nem tér vissza üresen, kétségkívül, hanem az történik, ami a 109. Zsoltárban megvan írva, azért hadd olvassam fel, mert ez is egy nagy reménységet ad neked, amikor szidnak, gyaláznak, igazságtalanul, ne, ha rosszat tesz az ember, akkor más történet, akkor meg kell térni. De most olyanról beszélünk, amikor Isten nért és az igazságért támadnak. Az átkozódó emberekre vonatkozik a 17. versszaktól, mivel hogy szerette az átkot, azért érte el őt. Ti mit szerettek? Az áldást. És ezért ér el benneteket az áldás. És mivel nem volt kedve az áldáshoz, ezért távozott el őtőle. Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját. Halljátok? Mint a ruháját. Csak gondolni, van cipő, nadrág, kabát, ing. Ha valaki így beöltözik az átokba, az nem lesz szerencsés. Úgyhogy tú így föl tudod öltöztetni, ha nem hagyja abba az átkozódásodat. Úgy föl tud aggatni és visszafordítani a beszédét, hogy hordja mindazokat az átkokat magán, amit rád helyezett ruhaként, kabátként, sapkaként, cipőként. Isten visszafordítja. Ha már annyira szerette, és nem akarja Isten népét áldani, mert Biblia azt mondja Ábrahámnak, hogy aki téged áld, áldott. Aki téged átkoz, átkoz. Ez nem csak Izrael örökölte meg azt az áldást, ezt ti is megörököltétek. Tehát ti irátok is vonatkozik, mert Ábrahám magja vagytok. Ábrahám áldását hozza Isten az életetekre. Jézus Krisztus azért váltott meg bennünket. Az előbb olvastuk Galatákhoz itt levél 3. fejezetben. Nagyon vigyázni kell a szavakra. Óvatos légy a beszédben. Hogy mit mondasz Isten szellemét hordozó emberekre, mert nagyon sok ember ezen a területen bajba jutott az elmúlt időben, és valószínű, hogy jutnak bajba is. Ezért figyelj arra, hogy mit beszélsz. Tehát, te egy áldott ember vagy, azért vagy beírva az örök életnek a könyvébe, mert Isten meg akar tégedet áldani. Amen. És Isten úgy akarja alakítani a körülményedet, hogy olyan emberek vegyenek körül tégedet, akik hozzá segítenek tégedet, hogy te még áldottabb ember legyél.
Ilyen testvérekkel akar megajándékozni tégedet, az ellenség, a sátán, az embergyilkos meg olyan embereket akar a környezetedbe vinni, aki beférkőzik a bizalmadba, és azért, hogy információkat tudjon rólad, hogy ezeket az információkat utána eltorzítsa, és felhasználja arra, hogy az átkai megüljenek. Amikor nem ment a Bálámnak az első körben az áldás, utána Bálám fölvitte hegycsúcsra, hogy lássa Izrael fiait. Kelljünk közelebb, ismerd meg őket, nem ismered, nem tudod, hogy kik Izrael fiai. De hála Istennek betakarta a szemét. Ott se látott semmi rúdságot Izrael fiaiban, csak szépséget. És ezért a Szentlélek áldás mondatott rá. Tehát úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, ezért ment beléje, mint a víz az ő csontjaiba, mint az olaj. Legyen az néki palástul, tehát kabátot kívánt rá neki Dávid, amelybe beburkolózik, tehát ez lehet paplan is az éjszaka, övül, amivel a nadrágját magához a csipőjéhez szorítja, amelyel mindenkor övezze magát, ez legyen a jutalmuk az Úrtól az én vádlóimnak, akik rosszat beszélnek az én lelkemre. Ha nem tanul, nem hagyja abba valaki, ezt szinte életformájává teszi, hogy tényleg szígyon rágalmazzon, kérlek, a 190. Zsoltáról ne feledkezzél el, ez a te jogos örökséged, ez a te fegyvered, ezt használhatod természetesen, és biztos, hogy Isten veled együtt működik, és visszafordítja ezt az átkot, és te egyre áldottabb lesz, és az ellenséged, meg, ha nem tér észhez, csak sorvadni fog a saját beszédének a negatív következményeitől. Halleluja! Az Úr szeret bennünket, és ezért éppen, mivel hogy győzelemre hívott el bennünket Isten, dicsérd az Urat testeddel, lelkeddel, szellemeddel, jó előre, hogy minden ilyen konfliktus helyzetből eleve győzelemmel fogsz kijönni, hogy még több bizonságod legyen.